Csütörtökön 501 forintba került 1 liter 95-ös benzin, és 509 forintot kértek el 1 liter gázolajért ennél a Dunakömlődi benzinkútnál. A kutat üzemeltető Palotás Zoltán azt mondja, bár jelentősen megdrágult a benzin az elmúlt hónapokban, náluk nem tankolnak kevesebben emiatt. Tavaly évben olyan 300 és 400 forint között mozgott a üzemanyag ára. Utóbbi időben ez olyan 400 és 500 forint között volt, de mennyiségi visszaesést nem tapasztaltunk. November 15-től ennél a kútnál is kevesebbe kerül majd a benzin és a dízel a kormány legutóbbi intézkedése miatt. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a benzin és a gázolaj ára a gazdaság működésére és általánosságban az árakra is kihatással van. Ezért a kormány úgy döntött, hogy november 15-től a benzin és a gázolaj literenkénti árát 480 forintos felső határral rögzíti. Az állam 3 hónapra stabilizálja a 95-ös benzin és a gázolaj árát. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban 480 forintnál többet nem kérhetnek el 1 liter üzemanyagért a benzinkutakon. Az autósokat váratlanul érte a bejelentés, és volt, aki hitetlenkedett. Nagyon örülnék neki. Más üdvözölte a kormány intézkedését. Mindenki örül neki. Kókainé Pusztai Zsuzsanna azt mondja, tömegközlekedéssel nehezen elérhető helyen dolgozik, ezért jár autóval munkába. Kollégáit is ő szállítja. Jelenleg havonta 15 ezer forintot költ üzemanyagra, ezért örül, hogy olcsóbbá válik a benzin. Én nagyon örülök neki, hogy leviszik az üzemanyag árát, mivel olyan munkahelyen dolgozom, ahol nem megoldott a busz, és nekem hát kocsival vagyok kénytelen menni. November 15-től 3 hónapra rögzítik az üzemanyagárakat, utána döntenek a felülvizsgálatról. Gulyás Gergely azt is bejelentette, a rezsiárakról is tárgyalt a kormány. A miniszter kifejtette, Magyarország továbbra is elkötelezett abban, hogy a fogyasztók részére fenntartja a rezsicsökkentett árakat.